Nehéz légút biztosító berendezést adtak át a Szent Pantaleon kórházban. A készülék több felhasználási szempontból is fontos lehet az intézmény számára, mondta el Vargek Balázs, a gyártó Medirex vállalat értékesítési vezetője. Úgy gondolom, hogy a mindennapi anesztintenzív terápiás betegellátásban egy nagyon nagy segítségre lehet az orvos szakmának, illetve hát a jelenlegi COVID helyzetre való tekintettel a mindennapokban ez egy nagyon nagy, úgymond fontossággal bíró eszköz lehet, betegbiztonságot tudja mindenféleképpen növelni, illetve még annyit elmondanék az eszközről, hogy ilyen konfigurációban ez az első készülék, ami az országba kihelyezésre került, mint oktatókórház, úgy gondolom, hogy ez a jövő nemzedékére való 21. századi igényeknek megfelelő oktatásban mindenféleképpen egy nagy segítség lehet az intézetnek. Hozzátette, a baleseti ellátásban dolgozók munkáját is segítheti ez a berendezés. Ennek kifejezetten vannak úgymond ilyen szemirigid félmerev része, amikor esetleg valaki mondjuk egy karamboló utáni intubációt, vagy mondjuk egy maláciás, tehát légút szűkülettel bír, azokban a veszélyes helyzetekben ad egy nagyon egy biztonságot az intubáló orvos számára. A berendezést a kórház jótékonysági bálján összegyűlt felajánlásokból és további magánszemélyek, valamint vállalkozások által biztosított adományokból vásárolta az intézmény. A készülék értéke 11 millió forint.